üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Némi atrocitás és igazítás után négyszer nyúltak a zsebembe. Nem beleraktak mindig, csak kivettek belőle valamit, ezt el kell mondanom, mert ez most nagyon bántja a lelkemet. Hon vagyunk. Hon vagyunk, itt vagyunk a pult mögött, az első emeleten a állatpark területén. Nem bírom már. És akkor ugye karácsony közelettével, vízbe van és nem pulyka, halat fogunk készíteni. Vízi pulyka? Vízi pulykát, így van. Méghozzá egy nagyon szép, és ráadásul azt is tudjuk, hogy honnan származik, ugyanis tiszai halról fogunk beszélni. Egy gyönyörű szép tükörpontot fogunk elkészíteni. Méghozzá, ha régiesebben mondom, akkor Mátyás pontnak fogjuk nevezni. Ha egy kicsit modernebbre veszük a stílusát, akkor lesz a Bakonyi pont. Én elkezdtem, elkezdtem. Szóval ő elkezdte, hozzávalók. Légy egy segédet. Aki dolgozik. Bal kézzel, és elkezdi. Ő beszél, ő meg dolgozik, hogy ez nem így működik általában. Na jó, nem mindig. Én arrébb költözöm, ezt hátra teszem, mert... Elmész? Erre nincs szükség, nem, nem. Szépen, nem patkóba fogjuk elkészíteni, hanem filébe, úgyhogy a gerincénél szépen lefejtjük a... A füstös szalonát feltem kiolvadni. Halacská. Készítünk egy ilyen füstös szalonás pörkölt alapot. Végül is az lenne a lényege. Ha, sikerül. Sikerülni, sikerülni fog, mert nem engedem, hogy elrond. De nem jobb rátem, ez van, ez nem probléma. Igen, sót nem fogod beletenni, az biztos. Gyönyörű, de csak azt hiszed? Gyönyörű szép. Igazán nem kell, mert a füstölszalonnának, hagymának, gombának megvan a kis kellemes íze. Ilyen, fiúk, imádják a halat. Ezért csak a felét fogom most elkészíteni. Meg a füstöt is nagyon nem. Tehát, látszik. Itt a gerény, lehet hallani. Jóvágású ponypót. Jóvágású ponty. Igen, igen, igen. És akkor akár el lehet készíteni most. Megkavarnád? Engem köpköd. Hát figyelj, nagyon szívesen segítek már, ha neked, de úgysem megy. Egy némi zsíradék hozzáadásával talán nagyon így szemből. A fakanál is el fog készülni előbb-utóbb, tudom. Most igazán vele. Nincs szükségünk. Kavargatom vele, nem tudnád. Kavargatod. Nagyon jó éles késem van. Az ujjamat hamarabb elvágja, az biztos, de... Jó napom lesz akkor megint. Jön a szokásos kérdés ilyenkor, mikor halfilére dolgozunk, hogy van-e benne szárka? Nagy valószínűséggel még van, de az ügyes kéz, illetve az ujjacska kitapogatja, ezeket szépen kidobjuk. Egy másik ötlet ugye, amikor a haltepertőt esetleg valaki készít. Szépen kiolta, látják? Akkor azt tudja, hogy a halat sűrűn bevagdossuk. Nagyon szeretem a haltepertőt. Hát az majd egy... Ugye most elvonókúrán, és nem értek ilyeneket. Elvonókúrán? Nem mondja, hogy milyen elvonókúrán van, csak azt, hogy elvonókúrán van. Fogyókúrázom, ugye? Szépen beírt a hatás meg is van. Így, hogy jobban lehessen látni. Beleteszem a finomra vágott örös vagy más. Finomra vágott, hát... Majdnem mindenütt. Bányász módra, csákányal. Majdnem mindenütt, na hát, boltával vágtam. Boltával. Végülis azzal is lehet szeretelni. Tessék, itt élőt érdekel fel. Kicsit megsózzuk, hogy esőn össze a hagyma. Meg most nem vezze észre. Meg most épp mással foglalkozik, mert vagy az ujját fogja elvágni, vagy mégsem. Reméljük, hogy eszülön szerencsénk. Elkészült a halacska, beírdaltuk, és akkor most kivételesen én is egy picit megsóznám. Miért? Nagyon picit borsoznám. És ha találnál egy negyed citromot, akkor esetleg még citromlével is meglocsolnám. Frisses, az persze, az is citrom. Nem ez a citrom? Az a másik fáról van. Na akkor tessék. Köszönjük. De ha elvágnád nekem, megköszönném. Moziba nem érsz, nem akarsz? Nem megyek most moziba, nem. Így látom, hogy nehezebb használod. Tudják azért? Majd viszlek én is téged moziba, persze.
A paradicsomot meghámozom a paradicsomot, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a paradicsomtól ég ugye a gyomrok tőle. Ezt két megoldásra vagy így késsel meghámozzuk, vagy ugye beteszi pici forró vízbe, és akkor a végét megvágjuk, és akkor a helyet pillanatra lehúzni róla. Vagy sok volt a vodka a paradicsomhoz, és azért ég a gyomra. Nem hát bírja nem esetleg. Ezt nem tudhatjuk előre. Nem úgy. Karácsonykor az asztalra nálatok is kerül halacska, vagy csak így olajos nem, felugrik, feljön, felugrik magától mindegy. A olajos hart, konzerv, füstörsprot, még konzervbontok. Meg füstörsprot, hát ez a legegyszerűbb, nem kell küzdeni a halásznével, hanem sokkal egyszerűbb dolog. Igen. Hála Isten, nagyon sok hal fogyott hol, igaz a dobozos hal. Ez milyen halra gondolsz most? Szereti. Dobozos hal, dobozos az olyan tárfogalom. Nem szabad kimondani a márkáját. Igen. De azt mondjuk, hogy csak filé van, azt szeretjük, hogy filé van csak. És a halfajtáját esetleg elárulod? Tonhal, természetesen tonhal. Ugye a kapható nagyon-nagyon finom halat, amit sokat ekelünk a tejébe. Azt szoktunk fogyasztani. Hideg az olaj. Nem hideg. Mondtam, hogy amatőr. Nem hideg. Nem kapcsoltad be a rezsót, drága? Az is lehet. Látod? Ne van! Látod már egy sűr is egyből, látod? Hol? Ott. Ha, ez sűr, ez csak. Nekem ez pár percen belül elkészül. Szóval ott jártunk, hogy halat készítünk. És az a baj, hogy a mai fiatalság nem igazán kultiválja halfogyasztást. Mondjuk élen is járunk a halemelésben, az világon is. Karácsonyban eszik a halat, vagy a halfogyasztásokban 70%-át még karácsonyban eszik meg, vagy a magyar ember. Hát a tiszaiak nem biztos, de a magyarok így van. És azt is átlagbeszéltünk. Azt is inkább paprikát teszünk, tegyük rá fel. Paprikát. Milyen fűszerpaprika? Fűszerpaprikát. Na, az megint más, mert paprika előtted is van. Káfiára gondolsz, vagy a hegyes nem, erősre? Paprikára gondoltam. Egy kis hegyes erős dobjunk bele, jó? Az általán nem más. Következő forgatásnál nem is kérném a kellékest, az összes csípős paprikát vegyek ki, ha lehetséges, mert amíg ő ezt látni fogja, használja. Na de kiforraljuk, sűrítjük. Mivel fogjuk sűríteni? Tejszínnel és tejföllel. Nagyon jó. Ez a hőkiegyenlítés, tessék. Meleg pultról, hideg tejföl, na? Ennyi. Én már azt nem szoktam. Szóltál neki, hogy meleg egy. Abszolút. Már mondom, hogy soltan lesz. Annyi elég neked, mert nagyon jó szíve van. Egészségtelen. Egészségtelen. Nem lesz a sózna. Először, másodszor? Picit sózna meg egy kicsit. Picit sózna meg. Tehát akkor tényleg kevés kell, ha nekem kell sózni. Még valamit? Nem. És nézze vegyet fel, Fekete úr, hogy nem csomós. Hiába az én kollégám, hogy hőkényítés. Nem csomós. Azt mondták a hátsó sorból, emeljem, mert meg nem látják, hogy mit is főzök. Megemelem. Nagyon finom bakonyamátát készítettünk el. Annyi különbséggel. Enyhén csípős is tudom. Annyi különbséggel. Cserélj neked itt meg. Hogy? A gombát mindjárt rosszonsítjuk hozzá. Addig én előveszek egy ilyen favillát. Ilyen fakanál, fatányért. Favilla, nincs benne favilla? Nagyon jó. Van még itt egy másik. És a halacskához óvatosan nyúljunk hozzá. Jó, mert ezzel a kanállal takarok mindent. Olaj hideg volt, beleragadt. Én mondtam neki. De hogy ragadt be? Türelmetlen, ennyi baj, öregszik és türelmetlen. De még én tennék bele a gombából még valamit, mert ez csak egy sima fehér csiperke, és azért még ott van barna csiperke, némi laska gomba. Én meg azt mondja, ez koszos, hallod? Ja, ez koszos, azért nincs. Igen, igen. Ezt is meg szokták kérdezni, most koszos-e a gomba, nem koszos. He? Vágjál el, légy szíves, még egy barna gombát, és mutasd meg, hogy az nem azért olyan, mert olyan. Hanem? Még a belső szép fehér. És akkor most áttettem ide, ahol abszolút nem is ég a... Mert ott már lehet, hogy megsült volna. Jó van már, felvettem neked, mit van zsonángáz, jó van. Ezzel még itt eljátszok egy jó pár percet. 20 perc. Ismerem. Az 5 perces hal elkészítése 20 perc.
Nézd, mi van nekünk még? Nézd, mi van nekünk még? Mi van még nekünk? Isten, azt majd a... Szájt a forgánya. Akkor mégiscsak kerül gomba. Van tettem bele a mártásba. Jó nagy hőfokon. Lepirul, addig is hadd köpködjön. Arra szép nagy tányérra szeretnénk tálalni. Igen, most te fogsz tálalni. És köretet még nem is mondtunk, nem is készítettünk hozzá. De viszont szeretnénk ajánlani. Egyikhez párolt rizst, és más, ezt magam egy után nagyon szeretem. Amitől lehet, hogy írtóznak egy kicsit a jó emberek, de ez nem más, mint a strapacska szalonnával. Nem kell hozzá túró feltétlenül, de ez a kis füstös, kellemes, burgonyás köret, mert mondhatnánk köretnek, nagyon jó fog hozzá passzolni, úgyhogy nem találjuk ki hozzá, megszavazzuk, hogy mivel mellé fogjuk kitálalni. Igen, a strapacska nyert. Jaj, de jó! Köszönjük szépen! A beérkezett telefonok alapján a strapacska nyerte meg a lehetőséget a tálaláshoz. Nem tetszik mindenkinek, de nem én szavaztam. Ezért te tálalsz. Én majd nézem. Ugye tudjuk, hogy a halacska a szíredet halján 5-6 perc alatt elkészül, úgyhogy nem szabad teljesen szétsütni. A gombát meg eleve nem fogjuk szétsütni. Igen. Maradjon benne a vitamin az ásványodat, mert talán van még ebben a hűz minden igaz. Így, és akkor viszonylag meleg. Pirítsuk vissza egy kicsit azt a... Strapacskát? Strapacskát. Ha nem, még mondjuk meleg. Mondjuk azon a másik gázon, mert még ott pont jó lesz neked. Pont nem, fog... nem férek el. Fog köpködni neked, igen. Most akkor jéje. És eltaláltam egyből. Tessék. Tudod, hogy van. Azt hallgatom, nem fog bele szendesen megkerülni benne. Ah. Még egy kicsit. Na, még egy kicsit. Jó. Még, tegyünk egy az kicsit. Maradsz. Jó. Ez ilyen diabetikus most. Abszolút diabetikus. Én ezt el is zárnám. Ott van BA. A BA-t elzárjuk. Pici hal fűszer szól a kollégám rá, mert azért illik. Ez egy citromos. De az elején azért tettem rá sót is, borsot is és citromot is. Remélem jó sokat. Nem sokat, de ezt ellopom. Ezt odaadom neked. Megfordítom, jó. Jó, persze. Én megvárnám még egy kicsit felpirul a... Addig készítsd a halat mátással, mert ráteszik, nem? Ócska, nem, én úgy... Jó, csináljuk, akkor fordítva kezdjük a tálalást. Igen, most kell a spickanál. Ez az? Ez a spicc? Hasonlít rá. Hát, ha nem tudom. Hasonlít rá. Én csak így kirakom neked a csípős paprikát, mind a három szeletet, vagy mennyit tettél bele? Mi most vágtam, nézd csak. Várjál, még itt van. Nekem ez bőven sok lesz, nézd meg. Ó, az isteni. Szépen fel fog pirulni. Ehhez kérhetek egy kanalat, még onnan alulról. Az, hogy a két, hogy kiszolgáljam. Nagyon jó. Hát figyelj, végülis egy kanalat kivenni, azt meg nem lehet elrontani. Nekem a fiókom, nem? Így van, meg ezt nem lehet igazán elrontani. Hát azzal nincs gond. És akkor rátesszük a laskát is. Az is volt benne. Egy laska gomba is. És akkor... Szabacska már gyönyörűen serceg. Azért még ha sercegjen, az a biztos. Ez most nem a mikrofon, ez most a szabacska tényleg. Egyszer. Kétszer, és mindjárt elkészül a tapacskánk. Hát ezért pedig el fogják törni a kezem, lábamat, de műanyaggal fogom tálalni, jó? Mert... jelzési értékként. És akkor esetlegesen, talán, ha még maradt egy picit tejfölünk, de tényleg csak... Papka csípős? Maradt én. Nem csípőske, csak tejfölt kérni. Tejfölt. Hát a köretet is csak lespúroltam róla, mert nem egészséges az annyira. Díszítés? Paprikát, magyaros díszítést fogunk rátenni, igen. Bár én igazán nem tenném rá, de menjen. Ha karácsony van, akkor legyen neki is valami. De jó, mert most az egész közepét kitakartuk. Szóval elkészült a
nem túl nagy adag Mátyás ponty vagy Bakonyi ponty mi általunk kreálva, egy kis strapacskával, kellemes ünnepeket és jó étvágyat kívánok. Viszontlátásra!